Köszöntöm nézőinket! Azt olvastam valahol, hogy ha valaki hit és elszántság nélkül csinálja azt, ami a munkája, abból semmi jó nem lesz. Valami hasonló Krahun Szilárd bátorpáti polgármesterének is hit vallása, aki vendégem most a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt mondta egyszer, hogy aki szolgálat nélkül látta a polgármesteri feladatot, azt inkább ne tegye. Valóban azt gondolja, hogy a polgármesterség szolgálat tudat nélkül nem működik? Igen. Egész pontosan ezt gondolom, hogy aki polgármesteri választáson elindul és szeretne egy településen megválasztott polgármester lenni, az azzal legyen először is tisztában, hogy ez nem uralkodás, hanem szolgálatot jelent. Ez nagyon fontos. Mást lát ma Magyarországon? Sok esetben igen. Sok esetben igen, de ez az én hitvallásom, tehát azért tartottam ezt fontosnak elmondani, hogy én ezt így gondolom. Igen, ez egy szolgálat. 1990 környékén, amikor a rendszerváltás jött, akkor ön is belevágott egyszer már abba, hogy polgármester lehessen. Mi vitte a közélet felé? A közélet felé abban az időben én úgy sodródtam. Azért mondom, hogy úgy sodródtam, volt egy balesetem, és aztán dolgoztam még a balesetem után is, és utána leszázalékoltak. És Bátorapáti akkor Mőcsényhez tartozott közigazgatásilag, és én ott egyszer csak kirendeltségvezető lettem Bátorapátiba. Ami így ugye nagyon jól hangzik, már azt mondom, hogy kirendeltségvezető, hát én az osztrák, nem tudom milyen cégnek a kirendeltségét is vezethetném, vagy Magyarországon, de ez azért nem erről szólt. Tehát kirendeltségvezető lettem, tehát így kerültem be a közéletbe, és akkor hetente két alkalommal elmentem, vagy jártam a hivatalba, voltam a hivatalba, és amik olyan dolgok voltak, azokat intéztem, a hivatali dolgokat, ami ma már nincsen, olyan többek között, hogy marha levelek kiállítása, az állatok, stb. Stb. Egy kicsit a közélet szervezésébe. Tehát így kerültem bele, és aztán én abban a ritka szereplők közé tartozom, akik a rendszerváltás után még tanácselnökök is lettek. Hiszen ahogy mondtam, hogy ez egy társtelepülése volt Mőcsény, Grábóc, Cikó, Mórágy és Bátorpáti, és Mőcsény székhelyel volt, mondván, hogy az ott van a főút mellett Mőcsény, és hát ezért lett Mőcsény a székhelytelepülés. És aztán a 90-es országgyűlési választásokkal akkor Bátorpáti döntött arról, hogy önálló lesz, és le fog válni Mőcsényről. És amikor megszületett ez a döntés, akkor én azt javasoltam a településnek, mint kirendeltségvezető, bocsánat, nem is kirendeltségvezető, mert az utolsó 4 éves ciklust már elöljáróként, tehát a kirendeltségvezetőkből aztán lettek elöljáróként, kicsit nagyobb szerephez jutottak már az elöljárók is. És hogy akkor majd a helyhatósági választásokon, szerintem talán szeptember 30-a környékén valahogy így volt, 90-ben, akkor váljunk önállóvé, de akkor a tanácstagok voltak, és a tanácstagság azt mondta, hogy nem, mi akkor most megvan ez a lehetőségünk, akkor önállósodtunk. Úgyhogy engem május valahányadikán tanácselnökké választottak, és akkor innen már, hát most adott volt, igen, úgy gondoltam, hogy tenni szeretnék a településért, innen adott volt, hogy akkor elindultam a polgármester választásra, és ezt a polgármester választást megnyertem. Akkor értékelődött fel a falunak a szerepe, hiszen volt az Ófalu, ahol szerették volna elhelyezni a paksi kis és közepes radioaktív hulladékokat, és hát az ott megbukott az ófalusiak és a környékbeli települések, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a hulladéktároló az a közigazgatási területének, Ófalunak lett volna a közigazgatási területén, és a Ófalu Bátorpáti közigazgatási határa egyben megye határ is. Igen. Tehát a megyén határon átvitték volna körülbelül egy 300-400 métert, és ott lett volna a hulladéktároló. És így a Bátorapátiak szerepe, nem is a szerepe, hanem tájékoztatni sem tájékoztatott bennünket senki. Abban az időben, aki megérte azt az időszakot, az tudja, hogy ez úgy történt, hogy
központilag megmondták, a párthatalom azt mondta, hogy ide fogjuk tenni, és oda fogjuk tenni. Tehát nagy appelláta nem volt, vagy ha pedig voltak ebből viták, mert én hallottam, hogy hogy került Ófalóba, hogy azon is voltak viták, de az a párton belül. Uh-huh. Tehát az elvtársak eldöntötték, hogy akkor ott lesz kész. Hova fogják tenni. És így Bátalpáti nem keresték meg. A Bátalpáti közös tanácselnök akkor úgy állt hozzá, hogy nem, nekünk el semmi közünk nincsen. Azért mondom, mert az még fontos, hogy a hulladékszállításnak az útvonal az Bátalpáti ment volna keresztül. Sőt, már elkezdték, és az útnak az alapot kiszélesítették. Sajnálom, hogy nem lett lekövezve, mert akkor lett volna egy jó útunk az erdőbe. De a földmunkát elvégezték az útnál, mikor megbukott ez az egész projekt. Ennek, mint köztudott, a Weckler Ferenc volt Mecsek Nádas polgármester, és Ófaló pedig Mecsek Nádashoz tartozott, ugyanúgy tagtelepülés volt, mint mi. És aztán Ófaló, Feked, Vémén, a környékbeli települések, tehát sikerült megfúrni ezt a projektet. Az ön fejében volt már terv arra, hogy ezt át kéne hozni Bátalpátiba? Nem. Nem, én nem gondolkodtam ezen, hogy most ez jó lehet nekünk. Engem a Paksi atomerőműből Maróti László keresett meg, és tehát ő vetette először föl ezt, és akkor elmondta, hogy milyen lehetőségei lennének a településnek, ez mivel járna, stb. És akkor azt mondtam, hogy összehívunk egy falugyűlést, és mondtam, hogy elmondjuk az embereknek. Eljöttök ti is, eljöttek az erőműtől, és elmondták, hogy mi is történne, mi is lenne ez. Mit volt a falu? A falu azt mondta, hogy igen. Hiszen azt mondták, hogy ebből a falunak bevétele lesz, munkahelyteremtő beruházást fognak végrehajtani, tehát hogy a falunak ez egyértelműen jó lesz. Na most, hogy ez hogy veszélyes vagy nem veszélyes, én a mai napig azt mondom, ehhez én nem értek, és nem is akarok beleszólni, mert ostobaság lenne részemről, ha én most azt mondám, hogy hát nem, mert ez veszélyes. Erre vannak szakemberek, higgyük már, hogy amit mondanak a szakemberek, hogy igen, mert nem hinném, hogy ellenségek, és aztán nem is beszélve, itt a rendszerváltás után, tehát úgy gondolom én, hogy sok esetben talán túl is játszhatták, ha akarták volna a szerepüket, mert most aztán meg lehet mondani, amit azelőtt nem mondhattak meg. Ha egy település életében jön egy ilyen fejlesztés, vagy egy fejlesztés lehetősége, az egy polgármesternek valószínűleg egy nagy szansz. És a település életének is egy nagy lehetőség. És én láttam önről egy portréfilmet, ahol elmesélte, hogy hát nem volt ez olyan egyszerű. Tehát, hogy nagyon sok támadást kapott annak idején. Igen. Igen, akkor elmondtak mindenféle hülyének, meg aki eladja a lelkét, mert egy ilyet nem befogad egy radioaktív hulladéktárlót. Hozzáteszem, nem én fogadtam be, hanem a település, de azért igen, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezt a települést akkor én vezettem. Sőt, ez odáig fajult, hogy mikor már élesbe mentek a dolgok, akkor kaptam egy telefonhívást barátilag, hogy van egy fiam és egy lányom, hogy a gyerekeim majd nem fognak tudni érvényesülni, hogyha én nem fogok lemondani erről, és én továbbra is támogatom ezt. És akkor megfordult bennem, akkor teljesen őszintén mondom most, hogy akkor volt egy olyan pont, hogy azt mondtam, hogy akkor nem, ez nekem nem hiányzik, de én egy makacs ember is vagyok, és az igazamért kiállok, és akkor azt mondtam, hogy nem, hát milyen ember leszek én, hogyha megfogtam adok, és én tudom, hogy jót akarok. Tehát a településnek is jót akarok, ugye arról nem is beszélve, hogy ez egy országos érdek volt, de ezt tegyük félre, mert most én nagyon most a mondanék itt, hogy igen, elsősorban a település érdekeit néztük, nem pedig azt, hogy most ezt az országnak meg kell oldani ezt a problémát. Ma is azt mondja, hogy jó döntést hozott? Igen. Igen, azt mondom, hogy egy nagyon jó döntést hoztunk. Természetesen ma már vannak olyan pontok, amit másképp csinálnék, hiszen mi nem kevés pénzt kapunk, tehát a település. Bátalpáti székhelyen működik a TETT, a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás. És ennek most már 8 település a tagja, annak idején 6 településsel alakultunk meg, mert Ófalu és Vémind nem lépett be.
ahogy mondtam, a baranyai település. És akkor ezek hoztak. Ha jön egy település életébe ennyi pénz és ilyen lehetőség, akkor nyilván a falu fejlesztés is egy más irányt tud venni. Mik voltak azok az elképzelések, amik látva, hogy megvan rá a forrás, elindulhattak, és lett olyan, amilyen ma, ha valaki oda bemegy? Nyugodtan mondhatom, hogy 90 után, tehát a választások után, akkor a kormány is nagyon pozitívan állt a településekhez, tehát viszonylag sok pénz jött a településre. Az összes utunkat megcsináltuk, nem olyan minőségi utak voltak, mint a mai nap, mert az aztán újra gomboltuk a kabátot, mikor több pénz volt, de mielőtt mi még pénzhez jutottunk volna a hulladéktároló kapcsán, az utakat aszfaltoztuk, a vízhálózat kiépítésre került, a szennyvízhálózat kiépítésre került, sőt, még a gázellátás is biztosítva volt. Tehát ezután... És csak ezután jött a hulladék? Ezután jött, amikor már több pénzhez jutottunk, akkor a középületeket rendbe tettük. Járdákat, utakat, tehát volt azért mire költeni. Ha egy település vezetője ennyire vinni tudja a települést, akkor azt gondolná az ember kívülről, hogy bebetonozódott a helye, és addig polgármester, amíg ő akar lenni. Aztán jött 2010, és ez a dolog megfordult, és ennek ellenére, hogy a fejlődés szemmel látható volt, önt letaszították a trónról, finoman. Nem tudom megmondani. Őszintén nem tudom megmondani, hogy miért. Biztos, hogy aki elindult akkor, ez egy kis település, egy kis közösség. Hogy több embert meg tudod győzni, mint akik rám szavaztak, hogy ne én legyek a polgármester. Nem tudom mit mondani. Tehát hogy éltem meg? Nagyon nehezen. Nagyon nehezen éltem meg, mert úgy gondoltam, úgy is cselekedtem, és úgy is tettem, hogy tényleg én ezt a falut szolgáltam. És én azt is merem mondani, hogy nem szaladt el velem a ló. Tehát nem ültem magas lovon, mert ugye magas lóról nagyot lehet esni. Tehát én nem ültem magas lovon, hogy most aztán lekezelő lettem volna a település lakosságával, és úgy gondoltam volna én is, amit ön mond, hogy ez a poszt be van betonozva, és ez... Tehát engem nagyon-nagyon váratlanul ért, és nyugodtan mondhatom azt is, hogy meg is viselt. És ennek volt a... Aztán úgy gondoltam 2014-ben, hogy ismételten elindulok polgármesteri tisztségért, és aztán megint nem sok szavazattal, de alul maradtam. És mondom, nem akarom bőven én kifejteni ezt itt, nincs is rá idő, hogy mi lehetett ennek az oka. És aztán eljött 2019, amikor úgy mindenem már jó régen túl voltam mindenen, és nem gondoltam én, hogy még egyszer bele fogok vágni. De végig az volt a véleményem, hogy a település rossz irányba megy. Azért megy rossz irányba, amit én itt elkezdtem már jó előbb mondani, hogy ugye kapunk mi pénzt, de ezt elsősorban tájékoztatásra lehet költeni. Na most ezt be lehet tudni azt, hogy az úton ott járunk, az tájékoztatást szolgálja, meg a járda is, ugye, hogy a bátorpátiaknak ezt el lehet mondani. De korábban, amikor polgármesterkedtem még, akkor a lakosság felé is adhattunk támogatást. Például, mondom, volt olyan, most van a Jövőnk Energiája, Paks Környéki Alapítvány, az akkor a Dunamecsek Területfejlesztési Alapítvány volt, és pályáztunk az alapítványhoz, lakosok is pályázhattak, meg a lakos pályázhatott az önkormányzathoz, és akkor ilyen három lábon álló pályázat volt. Igen, egy harmadot adta a lakosság, és ez a plafon az 500 ezer forint volt. Tehát 500 ezer forintra pályázhatott a Dunamecsekre, 500 ezer forintot hozzá Bátapáti önkormányzata, és 500 ezeret hozzátett a lakos is. Ha a projekt nagyobb volt, akkor értelemszerűen a lakos többet fizetett. De ez egy nagyon jó dolog volt, hiszen ezek a bátor-apáti emberek szavazták meg, hogy ott lehet hulladéktároló Apátiba. Nélkülük nem ment volna. Ma ebből ki vannak zárva. Tehát nekem az egyik célom az,
és feladatom, hogy én ezen változtassak. Hogy én ezen változtassak. Az atomtörvény leírja, hogy lehet támogatást adni, de nem mondom, ezen változtatnunk kell, hogy igen, ismételten hozzájusson a lakosság. Nem pénzosztásra, de hát ha a kormánynak van olyan programja, hogy modern Magyarország, akkor nekünk is lehet olyan programunk, hogy a modern Bátorpáti, és a falun élőket, és az ott élőket, akik hozzájuttatták ezt az országot ahhoz, hogy a radioaktív hulladékot oda lehessen elhelyezni, akkor igenis, akkor élvezzék ennek a hasznát, mert ez olyan nagyon kirekesztő, és hozzáteszem, nem is tetszik az embereknek. Ma már, hogy azt mondjuk, ja, ti ebben nem részesedhettek. Nem is nagyon örülnének neki tovább. Azokból a célokból, amit annak idején, a 90-es évek elején megfogalmazott, maradtak olyanok, amiket ma újra elő lehet venni a fiókból? Igen. Van olyan, és ez többek között olyan beruházást kellene most megvalósítanunk, ami mondjuk összhangban van ezzel a pénzfelhasználással, amiből a településnek bevétele fog származni, és ezt a bevételt talán már szabadobban használhatja föl. Ilyen volt már 2010 környéke, amikor azt gondoltam, tehát, hogy már napenergiába kis naperőműveket építeni, ami most is még napirendi ponton van, tehát az én fejemben napirenden van ez is, csak sajnos most már nem olyan jók a feltételek, mint annak idején voltak. Ez egy például. Tehát az, hogy az ezelőtt 10 évvel leaszfaltozott utcát, most még egyszer aszfaltozzuk, mert ez lehetséges, tehát ezt én értelmetlen dolognak tartom. Tehát ez lenne fontos, és az lenne, amit még lett volna, hogy ezt kellett, tovább folytattam volna, hogy igenis a lakosság az életkörülmények javítását hozzájuttatni. Ma már ugye a napelem az elterjedt. Tehát amit én nagy mértékben támogatnék pénzbe is a Bátorpátiaknak. Ma már a fűtésnél is, hát már a hőszivattyúknál tartunk. Már a gázkazánt is lassan túllépjük, ugye, és vannak modern nap technológiák, amivel ezt meg lehet oldani. Tehát a Bátorpátiaknak juttatni. Nem közvetlenül, nem pénzt osztani, hanem de az életkörülmények javítása. Szintén kormányprogram. Életkörülmények javítása. A hőszigeteléstől az. Annak idején kialakítottunk 20 darab telket, talán vagy 25-öt Bátorpátiban. Gondolva arra, és ez ilyen 2008-2009 környékén volt, gondolva arra, és ez fönn a hegyen van panorámás telkek, amik ma is üresen állnak. Tehát ez a következő feladat, ezeket meg kellene hirdetni, ezek összközművesített telkek. És én bízom benne, hogy el tudjuk 700 ezer forint, durván úgy jön ki, mert 700 forint négyzetméterre, tehát egy 1000 négyzetméter és összközművesített telek, ott van a víz, szennyvíz, gáz. Tehát ebben lehet még lehetőség, hiszen a falunak is szüksége lenne a népességre. Hiszen most már csak 420-an vagyunk. Én talán, mikor elkezdtem, amiről beszéltem, hogy kirendeltség vezető volt, akkor még 600 környékén volt a település lakossága. Egy bizonyos lélekszám alatt majd veszélybe fog kerülni az iskola, veszélybe fog kerülni az óvoda, veszélybe fog kerülni a közvetlen ellátás, tehát az élelmiszerüzlet, az italbolt. Azt nem értem, hogy tulajdonképpen a településnek minden lehetősége meg lenne arra, hogy ez egy ilyen kis ékszerdobozként működjön, és a pénz is megvan arra, hogy bármit akarnak, gyakorlatilag véghez lehessen vinni. Hogy mitől van mégiscsak a csökkenés? Tehát, hogy ide beköltözni az egy biztonságos döntésnek tűnhet. Igen, hát minden begyűrűzik egyszer, ugye, tehát úgy gondolom begyűrűzik, tehát a nyugat ide hozzánk. Én ezt már úgy 10 évvel ezelőtt is azt gondoltam, hogy az emberek kik fognak költözni falura,
lesz egy szép háza, kint él a természetben, és nem jelent gondot, hogy beül az autójába, és autózik 10-20 vagy 30 kilométer. Most Paks az atomerőmű tőlünk 45 kilométerre van, tehát 45 perc alatt elérhető. Az autópályától 10 kilométerre vagyunk, hogy minden adott. Ugye talán a fizetések, amik nem adottak még, nem azoknak, akik az atomerőműben dolgoznak, és jól fizetett állásaik vannak, hanem egyébként talán ami gondot jelent még az, hogyha be kell ülni autóba, és mondjuk Bátalpádiból bejönni Szekszárdra, mert ez 20 kilométer, vagy 21 kilométer, ez oda-vissza 41-2 kilométer, tehát ez költség. Időről nem beszélek, mert hát ugye a városi ember sokszor sokkal többet utazik. Még ez Szekszárdon is előfordulhat, hogy aki tömeg közlekedik valonnan a város széléből, és ha egyszer vagy kétszer át kell szállnia, hogy fél órába telik, még elérje a munkahelyét. Tehát, mert ez még úgy gondolom, tehát egy az anyagiak miatt, és talán még nem vált így szokássá. Lehet vállalkozóvá tenni egy ilyen települést? Mondjuk annak érdekében, hogy aki ott él, az egy picit olyan munkahelyhez jusson, amivel több fizetést tud kapni? Hát munkahely, Bátalpátiban a radioaktív hulladéktárolónál, ami van. Ott azért elég sokan dolgoznak Bátalpátiból. És van a borászat, a tűzkőbirtok, vagy a régi néven az Euróbor, még most is Euróbor Kft., de már jobban hangzik az, hogy azt mondjuk, hogy tűzkőbirtok. Hogy tűzkőbirtok, tehát ezen most lehetne még, van egy kis varoda is a faluban. Ugye, ha lenne vállalkozó, és ez is feladat lenne, ha lenne vállalkozó, aki munkahelyet hoz oda, tehát mi is tudnánk még külön támogatni, tehát munkahelyteremtő beruházást adni, aki esetleg odahozna egy kis üzemet. De az még nem biztos, hogy jól fog fizetni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nekünk még idő kell, hiszen vannak jól menő cégek, nem akarok nevet mondani, de az nem azt jelenti, hogy az egyszerű kétkezű munkás ott nettó 2-300 ezer forintot fog keresni. És az még nem is olyan nagyon sok. A hite és a makacsága viszi előre? Azt gondolom, hogy igen. Igen. És tenni szeretnék. Tehát nekem ez nagy szálka és tüske bennem az, hogy igenis ezt a bátalpátiak megszavazták, és amit említettem, hogy ma már biztos, hogy más szerződést kötnénk, mert amit annak idején a népszavazás előtt el lehetett érni, azt most már sokkal nehezebb elérni. Én azt szoktam mondani, hogy az ember, ugye amikor udvarol, és mielőtt megnősül, akkor hát mindent megtenne az imádott nőért, és aztán amikor eljön a házasság után, eltelik egy pár év, akkor kiabálok, mert hol a söröm? Tehát én ebben is ezt látom, hogy ez történt, hogy most már nem vagyunk olyan fontosak. Hozzáteszem, és én vallom, és szoktam is mondani, most már több mint 40 éve vagyok házas, de azt mondtam, hogy most is próbálok úgy viselkedni, mint ahogy viselkedtem, amikor udvaroltam a feleségemnek, és ezt mindenkinek ajánlanám, és mondanám, hogy próbáljon meg úgy viselkedni, és ez vonatkozik erre is, hogy próbálnának velünk úgy viselkedni. A paksi hulladék, mondjuk ez most az RKK KHT-hez tartozik, a Radioaktív Hulladékok Kezelő Közhasználtság, ne úgy legyünk, hogy ezt már megnyertük, kész, innentől kezdve nem fontosabb. Ezt én nagy hibának tartom. Én azt gondolom, hogy az elköteleződés Bátalpáti felé legalább olyan erős önben, mint a házasságában való elköteleződés. Úgyhogy én egy hosszú boldog házasságot kívánok polgármesterként. Köszönöm, hogy eljött a stúdióba. Én is köszönöm. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.